Munkában a falapokat megmunkáló és méretre vágó gépek ebben a vásárosnaményi üzemben. A 2004-ben alapított Superbrands díjas fa- és butoripari cég történetének legnagyobb támogatását nyerte el a közelmúltban. 547 millió forintból korszerűsítheti és bővítheti termelését egy új 800 négyzetméteres gyártócsarnok felépítésével. A 273 millió forintos állami támogatásról szóló okiratot szerdán kapta meg a vállalkozás. A gépek nagy része kiválasztásra, megrendelésre és kifizetésre került. Az épület tervezési fázisában vagyunk. Így jó esélyünk van arra, hogy a következő év júniusára teljesíteni tudjuk vállalásainkat. Bízunk benne, hogy ezzel a nagy volumenű kapacitás bővítéssel cégünk is hozzájárulhat a magyar gazdaság növekedéséhez. Itt pedig már a kéz bútorlapok jönnek le a szalagról. A cég nagy reményekkel indította az évet, de a járvány érkezésével csökkentek a megrendelései. A beruházásnak köszönhetően azonban új partnerekre tett szert, és a külföldi piacok felé is nyithat a jövőben. Termékei iránt már Németországból, Szlovákiából és Romániából is érdeklődnek. A támogatás a Frontalit 20 alkalmazottjának, illetve a teljes vállalatcsoportnál dolgozó majd 100 ember munkahelyének megőrzése mellett újak teremtését is elősegíti. Hasonló célú beruházásokra ösztönzi a város polgármestere a többi vásárosnaményi vállalkozást is. Én mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy figyelj a lehetőségeit, hiszen vásárosnamény a Berek szíve, itt az M3-as autópálya lábánál a fejlődését csak akkor tudja garantálni, hogyha az itt élő vállalkozók komolyan veszik a lehetőségeket, komolyan veszik a munkavállalóikat, és példaértékű az, hogy egy ilyen nehéz időszakban több olyan cég van vásárosnaményban, aki nem leépített, hanem előre tudott lépni. A járvány kirobbanását követően az állam azokat a pandémia sújtotta vállalkozásokat segítette, amelyek vállalták, hogy a munkaerő megtartása mellett beruházást is megvalósítanak. A külgazdasági és külügyminiszter az eseményen azt hangsúlyozta, meg kell akadályozni, hogy újra le kelljen állítani a magyar gazdaságot. A cél, hogy legalább annyi munkahelyet hozzanak létre Magyarországon, mint amennyi megszűnt az elmúlt hónapokban. Most a gazdasági nehézségek mellett, illetve dacára 37 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalat döntött beruházások végrehajtása mellett. Ezek 18 milliárd forintnyi értéket képviselnek, 9 milliárd forintos kormányzati támogatással valósulnak meg, és 6420 megyében élő ember megélhetését, munkahelyét védik meg, ezért köszönettel tartozunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalatvezetőknek, hogy ilyen bátor döntéseket hoznak. Országszerte több mint 800 vállalatot támogat a kormány, amelyek mintegy 30 ágazatban tevékenykednek. Ezek 377 milliárd forint értékben valósíthatnak meg beruházást 151 milliárd forintos állami támogatás segítségével.